Sziasztok! Ebben a videómban megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki egy temető Angliában. A legszembetűnőbb különbség az otthoni magyarországi temetőkkel szemben az az, hogy itt fejfát ugyan láthatunk, azonban virágokat a sírokon nem. Ez az első. Persze akadnak kivételek, hogy például, hogyha kicsit tovább megyünk, de alapvetően ez a jellemző, hogy nem díszítik virággal a sírokat. A másik pedig az az, hogy nincsenek keresztek, kivéve az úgynevezett kelta keresztet, mindjárt mutatok is egy példát rá. Az angolok az anglikán egyházhoz tartoznak, amelyet 8. Henrik hozott létre, még a 16. században. Tehát nem katolikusok, nem reformátusok, ez az anglikán egyház, ami a protestáns egyházaknak egy fajtája. Tehát nézzünk itt egy kicsit körül, egy kicsit ráhangolódjunk. Itt a... Ahol keresztet láttok, ott katolikus vallásúak fekszenek, nyugszanak. És nézzünk meg itt egy-két fejfát. Ez például, ez a síremlék a 19. századból származik, Charles Connelly és a feleségéé. Itt fekszenek, az egyikük 79 éves korában halt meg, a másikuk pedig 68. Aztán nézzük itt tovább. További érdekesség még egyébként az, hogy minden temetőhöz ültetnek egy örökzöld fát, egy úgynevezett yew tree-t. Tehát ez minden temetőben jelen van, minden temetőre jellemző, itt Angliában. Ez egy egészen új, ez 1981-ből származik. De akarok nektek mutatni párat, ami egészen ősi már szinte. És közben nézzétek meg a templomot is. Ez tehát Heslingtonnak a temploma, Heslington Yorknak a kertvárosi része. Gyönyörű, szép, virágos. Itt is a kelta kereszted láthatjátok. Na ez a sír például itt 1855-ből való, és az illető, aki itt nyugszik, William Blanky, 27 éves volt, amikor meghalt. Aztán Thomas Foster, aki 1871-ben hunyt el, és a felesége Mary, aki 33 éves volt mindössze, 1851-ben, amikor meghalt. És hát itt láthattok még egészen régi sírokat, ez például 1869-ből való, az illető 38 éves korában halt meg. Itt 56 évesen. Ez már egy kicsit díszesebb síremlék, mint amelyeket korábban mutattam. És aztán egy kicsit kijjebb jövök, hogy megnézzétek, hogy milyen szép virágos a környezete. Hát szemétnek mondanom sem kell, hogy nyoma sincsen. És hát ez a gyönyörű szép gyepes rész veszi körül a templomot és a sírkertet. Oké, tehát ez volt Heslington, York temetőből jelentkeztem.